Köszöntöm nézőinket! Önök a Sarkad Televízió híradóját látják. Nézzük az elmúlt napok eseményeit előbb röviden. A végéhez közeledik a város legnagyobb beruházása, a Nagy Szennyvíz projekt. Több mint egy hónapja működik eredményesen a sarkadi kormányablak. Első alkalommal kerül megrendezésre a belvárosi esték. Nagy Márta festőművésznő kiállítása nyílik meg a Bartók Béla Művelődési Központban. A végéhez közeledik városunk eddig legnagyobb beruházása, a közel 2 milliárd forintból megvalósított Nagy Szennyvíz projekt. A projekt keretében teljesen újjáépült a szennyvíztisztító mű, mely már megkezdte működését, és mely kapcsán hamarosan megnyílik a lehetőség az újabb lakossági rákötések biztosítására is. A telep teljesen újjáépült, a régi medencék immáron üresen állnak, és teljes mértékben az új létesítmények látják el a sarkadi szennyvíz tisztítását. Erről Kővári Arnold, beruházási és műszaki osztályvezetőt kérdeztük. Városunk elmúlt 20 évi legnagyobb beruházása, majd 2 milliárd forinttal. A beruházás 1033 ingatlan új szennyvízbekötését, az ehhez tartozó hálózati elemek és végátemelő kiépítését, valamint ahol most vagy jelenleg tartózkodunk, a szennyvíztisztító telep teljes körű átépítését, kapacitás növelésére együtt tartalmazza. Mi az, ami ebből már elkészült, illetve mik azok az utolsó simítások, amik még hátra vannak? Beruházás uniós pályázati szempontból már készen van jelentve. Jelen pillanatban a garanciális helyreállítási munkák folynak. A mögöttem található szennyvíztisztító mű üzemelési hatósági engedély megkérése folyamatban van, de ettől függetlenül a hatóság hozzájárult kérésünkre, hogy a rákötések, a bekapcsolások még most az ősszel elkészülhessenek. Eljutottunk az egyik legfontosabb kérdéshez. Milyen módon, illetve hogyan kezdheti meg a lakosság a rákötést az új hálózatra? Maga a hálózat befogadó elemei a lakóingatlanoknál már kiépítésre kerültek. A lakos számára a rákapcsolást egy fizikai mű megépítése, úgynevezett házi szennyvízhálózat kialakítása jelenti, amelyet vagyonerősen, vagy pedig külső kivitelező cég bevonásával végezhet el. Szükséges a hatósági eljárások és a szolgáltatási szerződés módosításához, hogy folyamatában egy a mellékletben, majd a sajtóban, illetve a weblapunkon is megtalálható segédlet szerint néhány lépést azért megtegyenek. Ezek közül az első, hogy a csatornamű társulattól kérjenek egy igazolást, amellyel tudják igazolni, hogy időarányosan vagy teljes körűen már a társulási díjat megfizették. Ha ez az igazolás rendelkezésre áll, akkor mindenkit kérek, építse ki lehetőség szerint legjobb tudása és a szakszerűség határai mentén a házi vezetéket. Ezt követően a hozzá kijuttatott, vagy weblapunkról letöltött, vagy a műszaki osztályról kért bekapcsolási lapot töltse ki. Ezt juttassa el a szolgáltatóhoz postai úton, vagy személyesen, vagy ha a műszaki osztályra behozza, akkor mi ezt továbbítani fogjuk. Ezt követően az Alföldvíz, mint szolgáltató kollégái kimennek a még nyitott munkagödörben, megnézik a kiépített házi vezetéket, ha mindent rendben találnak, kiadnak egy igazolást, hogy a rákapcsolás eredményes és onnantól kezdve a szolgáltatás megfelelően igénybe vehető. Természetesen érkezni fog egy új szolgáltatási szerződés, amelyben az új elemre a szennyvízkezelésre kiterjedő módon is tartalmaz majd néhány adatot, információt, és természetesen a korábbi nagyon drága szippantásos eljáráshoz képest itt a hálózati szolgáltatási díj megfizetése válik majd szükségessé. Adódik a kérdés, hogy mi történik azzal, akinek ugyan módja lenne, de mégsem köt rá az új hálózatra? Többször, és nem csak mi, számot adtunk már arról, hogy 2012 óta a talajterhelési díj mértékének megállapításában változás állt be. Korábban körülbelül 120 forint volt ez a díj, 2012 óta viszont 1200 forintra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy ha valamely lakóingatlan vagy gazdálkodó szervezet kiépített, üzemszerűen használatra kész hálózat melletti ingatlanban, onnan közvetlenül elérhető módon él, dolgozik, lakik, számára, ha és amennyiben nem köt rá, akkor minden egyes elfogyasztott köbméter vízre ez az 1200 forintos díjtétel rárakódik. Ez nem önkormányzati bevétel, hanem nevezhetnénk talán egyfajta speciális adónak is. Ez alól az építés során mentesültek mindazok,
sarkadon, akik korábban megépített hálózat melletti ingatlannak a tulajdonosai, de részükre is ez a díj kiszabásra kerül, így kérek mindenkit, aki a 2002 előtti fejlesztésben érintett, hogy ugyanezen lépéseket, amelyeket az imént elmondtam, tegye meg. Igen, impozáns az újonnan megépült szennyvízszízó telep. Ez már alkalmas lesz a város teljes egészének az ellátására? Ha és amennyiben a város ezt megfelelően veszi igénybe. Értem ez alatt azt, hogy a csapadékos időjárási körülmények között a lakosok nem szivattyúznak csapadékvizet a szennyvízhálózatba. Mögöttem található telep 1300 köbméter tisztítási kapacitású, a korábbi 630-650 köbméterhez képest. Ez a kapacitás a város teljes egészét képes kiszolgálni, még egyszer mondom, hogyha illegális vízbevezetés nem történik. A nyáron került átadásra a Sarkadi járási hivatal épületében a kormányablak. A kormányablak működéséről, illetve a kormányablak működésének aktualitásairól Ceglédi András osztályvezetőt kérdeztük. Ügyintézői szempontból nagyon jó tapasztalataink vannak, sokkal kényelmesebb, sokkal modernebb helyen vagyunk, sokkal tágasabb. Ugyanez visszatükröződik az ügyfelek véleményében is, ugyanis ügyfélelégedettségi vizsgálatot szoktunk végezni, minden héten jelenteni kell róla. Ebből kiviláglik, hogy az ügyfelek többsége is nagyon elégedett, jónak vagy kiválónak ítéli meg az elhelyezkedésünket, illetve a kormányablak kinézetét. Tapasztalható jelentősebb érdeklődés a Sarkadi kormányablak iránt, tehát többen jönnek, mint amikor régebben a polgármesteri hivatal épületében működött az okmányiroda? Hát bővült a feladatunk, ugyanis a kiűszis munkaállomáson két tapasztalt államigazgatási tapasztalattal rendelkező kolléganő állt be. Ők inkább a továbbításra szánt ügyeket intézik, jelentősen nőtt. Heti 400-420 ügyfelünk van általában. Hát körülbelül 3000 ügyfelünk volt, mióta megnyílt a kormányablak. Milyen fajta ügyeket lehet itt intézni alapvetően? Mi az, amit alapvetően intéznek az ide látogató? Hát a klasszikus okmányirodai ügy jön felül. Inkább a munkanélküli ellátás, nyugellátással kapcsolatos ügyek, a társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos ügyek, amiben kérelem átvételre vagyunk fölállítva, viszont a kérelmet azonnal továbbítjuk. Ez azt jelenti, hogy az tárgyi napon beadott kérelmeket, ami 2 óráig érkezik, aznap postázzuk, ami 2 óra után érkezik, másnap postára adjuk. Így természetesen nőtt az ügyszám. Körülbelül olyan 4200 ügyet intéztünk itt a megnyitás óta. Alapvetően a Sarkadi járás lakóit célozta meg az a kormányablak, de érkeznek a Sarkadi járáson kívülről is állampolgárok? Igen, érkeznek. Tegnap például egy mezőkövesdi ügyfelünk volt, és nagyon elégedett volt, azt mondja, hogy sokkal jobban néz ki, mint az ők kormányablakuk vagy okmányirodájuk. Nagyon elégedett volt. Természetesen itt a vonzáskörzetünkből Dobozról jön elég sok ügyfél, de van olyan, aki Gyuláról átjön ügyet intézni. Lesz-e valamilyen újdonság a közeljövőben, amivel bővül a paletta? Jelen pillanatban 425 ügyet intézünk. Körülbelül havonta egyszer vagy kétszer megjelenik a magyar közlönyben az 515/2013-as kormányrendelet módosítása, ami tartalmazza az ügyköreinket. Ez minden módosításkor 10-20 üggyel emelkedik. Rendkívül sok ügyfelünk volt a hadigondozotti ellátással kapcsolatos új ügyintézéssel, de bármi ilyen kormányzati intézkedés, új intézkedés van, általában ide terelődnek az ügyfelek, itt be tudják nyújtani a kérelmet, akár központi szerv bírálja azt el, akár megyei szerv bírálja el. Új programsorozatot indít hagyományteremtő jelleggel a Sarkad Belvárosi Református Gyülekezet. A Belvárosi Esték című megkérdezett rendezvény első alkalmának vendége Balczó András, a nemzetsportolója volt. A rendezvény részleteiről Koncz Zsolt lelkész számolt be televíziónknak.
Ezzel a bevallási estékkel egy olyan előadássorozatot szeretnénk elindítani, amelyekkel, ahol közéleti személyiségek szólalnak meg, tesznek bizonyságot a hitükről is akár, az életükről és azoknak a mélységeiről, magasságairól, sikereiről, kudarcairól. Azokról az emberekről, vagy azokkal az emberekkel szeretnénk találkozni, akikről talán tudjuk, hogy kicsodák, de ugyanakkor nem tudjuk, hogy például hívő embereke, vagy keresztény embereke egyáltalán. Ki lesz az első vendége ennek a rendezvénysorozatnak? Az első vendégünk az Balczó András, a nemzet sportolója, háromszoros olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok öttusázó, akit szeretnénk meghívni, és akit szerettünk volna látni itt a gyülekezetben. Őt fogjuk meghívni, és ő fog megérkezni hozzánk október 10-én. Kiket várnak erre a rendezvényre? Sarkad valamennyi lakosságát várjuk, mindazokat az érdeklődőket, akik ismerik is, vagy akik nem ismerik talán még, de elmondásokból tudják, hogy ki is az a Balczó András, és akik kíváncsiak arra, hogy egy közéleti személyiség hogyan éli meg a hitét, hogyan éli meg kereszténységét. Hogyan fogadta meg kívást a olimpiai bajnok? Nagy örömmel fogadta el a lehetőséget, és nagyon szívesen jön. Egy nagyon szimpatikus telefonban is már, ahogy beszéltünk vele, egy nagyon szimpatikus emberről van szó, úgyhogy várjuk nagy szeretettel őt ide. És akkor a végén még egyszer megkérdezem, hogy hol lesz az alkalom, illetve mikor? Az alkalom a gyülekezeti termünkben lesz, itt a Belvárosi Egyházközségnél, illetve október 10-én lesz az alkalom, ez egy szombati nap, és délután 4 órától. A Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár ad otthont Nagy Márta festőművésznő kiállításának. A kiállítást Mester Judit Tibolya alpolgármester asszony nyitotta meg. Hogyan került ez a kiállítás Sarkadra? Ismerettség lévén, mivel a nővérem itt lakik, én máron 10-valahány éve, nem tudom pontosan megmondani, az ő gyermekei is itt élnek és itt dolgoznak, és hát az ő segítségükkel jutottam el ide. Mióta foglalkozik festészettel, hogyan kezdett el festeni, mi inspirálta arra, hogy képeket vessem? Valójában mindig is nagyon szerettem volna festeni. Az volt az álmom, hogyha egyszer én idős leszek, akkor majd festeni szeretnék. De hát közben jött egy súlyos gerincbetegségem, ami által meg kellett műteni, és a jobb kezem, hát félbénult lett, lehet azt mondani, és azt kérték az orvosok, hogy nagyon sokat mozgassam ahhoz, hogy tehát javuló tendenciát mutasson. Hát én ezt megpróbáltam úgy, hogy neki fogtam festeni, hiszen világéletemben ez volt a vágyam. Nem láttam senkitől, még neten sem néztem, hogy hogy festenek, semmit nem néztem meg. Úgy voltam vele, hogy megpróbálom. Tehát minden egyes festményem, ahogy elkészült, sok hiba van benne, tudom, tisztában vagyok vele, de semmihez nem nyúlok, mert akkor abban az időszakban az én voltam, és én ezt vállalom. És akkor így meg lehet látni tulajdonképpen a fejlődést. És akkor egy jó időbe beletelt, mire tulajdonképpen le tudtam egy fát, egy levelet festeni, nem tudtam, hogy fogjam az ecsetet, vagy milyen ecsetet használjak. És hát magamtól rájöttem. Volt, amit megvaktostam. Például, mert abban értem el, hogy olyan legyen, amilyet én szeretnék. Úgyhogy tulajdonképpen csak azt veszem észre magam, hogy szeretek festeni, festek, és mindig valamibe ki akarom próbálni valamilyen témába magam, mert nem tudom, hogy valójában melyik az, ami teljesen ugye kézen fekvő nekem, de hát még mindig próbálkozok, hiszen 2 éve kezdtem el. Milyen témájú festményeket hozott Sarkadra, mert itt a falon azért többféle témát is látunk? Hát a természet áll hozzám legközelebb. Nagyon-nagyon szeretem a természetet, tehát avval kapcsolatban vannak a legtöbb festményeim, de próbálkoztam csendélettel, különböző témájú csendéletekkel, állatokkal. A lovakat nagyon-nagyon szeretem, bár még soha nem voltam a közelükben sem, csak messziről láttam őket. De nagyon szeretem őket, és tehát a szabadságot, nekem az jelenti a szabadságot, és ezt szeretném a képeimben valahogy visszaadni, amit én szeretnék látni.
végzetül nélkül, és mi az emberek reakciója, amikor meglátják az önfestményeit? Mit szoktak mondani önnek? Hát eddig megmondom őszintén, hogy többnyire pozitív visszajelzést kapok mindenhonnan. Én sem tudtam magam felfogni azt az egészet, hogy mire is véljem. Valóban tényleg lehet nekem tehetségem hozzá? Én erre nem is gondoltam. Én csak arra gondoltam, hogy nagyon szeretek festeni, és ha ez még azzal együtt jár, hogy ugye tetszik másoknak, és az csak boldogsággal tölt el. Lássuk híreinket még egyszer! A végéhez közeledik a város legnagyobb beruházása, a Nagyszennyvíz projekt. Több mint egy hónapja működik eredményesen a sarkadi kormányablak. Első alkalommal kerül megrendezésre a belvárosi esték. Nagy Márta festőművésznő kiállítása nyílik meg a Bartók Béla Művelődési Központban. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!